Köszöntöm Horváth Ágnest az Esemény TV nézői nevében is, a Maressz 20. születésnapja alkalmából. Ágnes, te végig kísérted a Maressz alakulásától fogva. Hogy tudnád összefoglalni ezt az elmúlt 20 évet? Milyen utat tettetek meg? Honnan, hová jutottatok? Hát visszatekintve egy pillanatnak tűnik az egész, mert mintha tegnap lett volna, hogy az a 15 cég együtt ült, és nagy izgalommal tervezte a szövetség megalakulását, és megszületett a Maressz. Gyorsan eltelt ez a 20 év, akkor 15 tag volt, most 113, és nagyon szeretnénk, hogyha a taglétszám erős tagokkal bővülne, illetve hát nagyon büszke lehet a Maressz arra, hogy a kormány és az egyéb szakmai szervezetek is ismerik és elismerik, és ezt további célkitűzésének tekintik. Szakmai szövetségekkel kitűnő partner kapcsolatunk van, ezt tovább ápoljuk, és úgy gondoljuk, hogy a rendezvényszervező szakmai össze kell fogni, egy a cél, és szeretnénk ezt továbbra is fő célunknak tekinteni, illetve a tagság ápolását, tagsági kapcsolatokat, jó közérzetet a Maresszben, ezt szeretnénk a jövőben. Részben meg is válaszoltad a következő kérdésemet, hogy hogyan tovább a következő években, milyen utat szeretnétek még kitaposni, együtt a szakmával vagy a szakma előtt? Hát együtt a szakmával, mindenképpen fontos, hogy a szakma együttműködjön, és ez a kapcsolatrendszer, ez azt hiszem, hogy nagyon jól kiépített és nagyon jól működik. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a társszakmai szövetségekkel, és ez fontos is. Köszönöm szépen a beszélgetést, és boldog születésnapot a Maressznek és minden Maressz tagnak is.